Sziasztok! Először is nagyon boldog új évet kívánok minden kedves Otthon Projekt követőnek. Egy picit szeretném összegezni az elmúlt fél év munkálatait, illetve beszélni arról, hogy mik a terveink erre az évre. Arról is szót ejtenék, hogy mi mennyibe került, mennyit költöttünk eddig összesen, és hogy egyáltalán megéri-e úgy házat felújítani, hogy mindent mi csinálunk. A háttérben amúgy épp a kőzetgyapotozást csináljuk, ugyanis ezzel ért véget az előző év. Először is az anyagiak. Nagyjából 20 millió forintunk volt, amikor elkezdtünk saját otthonban gondolkodni. 2022-ben ekkora összegből felújított, azonnal költözhető házat olyan méretekkel és adottságokkal, mint amiket mi elképzeltünk, nem lehetett volna vásárolni. Azok 30-40 millió közé estek. Szóval maradt az a lehetőség, hogy felújítandó házat keresünk 20 millió alatt, és a maradék összegből finanszírozzuk a felújítás költségeit. Sok-sok keresgélés után találtunk egy optimálisat. A házat 12 millió forintért vettük. 85 négyzetméteres, erősen felújítandó, körülbelül 100 éves vályokház Nógrád vármegyében, 1300 négyzetméteres telekkel. A 85 négyzetméter kevés lett volna nekünk, ezért olyat kerestünk, ahol a tetőtér beépíthető. Amikor ezek a régi házak épültek, még teljesen más igények és szokások voltak, ezért elég sok tervezéssel és kompromisszummal jár az, hogy olyanná alakítsuk, ami kielégíti a saját igényeinket. Egy meglévőhöz alkalmazkodni és azt átalakítani sok esetben nehezebb, mint nulláról felépíteni. Ez folyamatosan nehézséget okoz az első naptól kezdve, hiszen az egész ház tele van hibákkal, szabálytalanságokkal, és nekünk ezt folyamatosan számításba kell vennünk. Például hiába voltunk pontosak a tető felújításakor, a régi szerkezet szabálytalanságai miatt nem úgy jöttek ki a dolgok, mint ahogy kellett volna. Szóval 20 millióból 12 elment a házra, így 8 millióból kell kihoznunk a felújítást. Az előzetes kalkulációk azt mutatták, hogy ez lehetséges, amennyiben csak anyagárral számolunk. Sajnos pont az elmúlt években iszonyatosan megdrágult minden, szóval mostanra úgy tűnik, hogy egy picit többre lesz szükségünk, de egyelőre 7 milliót költöttünk, és minden nagyobb tétel már megvan. Mik ezek a tételek? Nyílászárók 2 millió. Faanyag 1,5 millió. Cserép 850 ezer. Kőzetgyapot 800 ezer. Benzin 600 ezer, Budapestről lejárkálás miatt fél év alatt. Villanyszerelés 700 ezer, padlófűtés, illetve hát a fűtőszőnyeg 400 ezer, szerszámok 200 ezer, egyéb mindenféle ügyintézési díjak, csavarok, forgák, zsákok, homok, mész, stb. Szóval ezek voltak a legnagyobb tételek. Amire még majd költenünk kell, az a ház berendezése, mosógép, hűtő, bútorok, ilyesmik. De ezek közül már elég sok minden megvan. Ha a munkadíjat hozzá kellene ezekhez tenni, akkor minimum a kétszeresét költöttük volna már el. Csak a villanyszerelési munkadíj 1,5-2 millió forint közé esett volna. Na oké, de hogyan lehet kihagyni a szakembereket? Hogyan tudunk megcsinálni mindent mi magunk? Sokan vakperőnek gondolják ezt a lépést, hogy úgymond csak így belevágtunk a házfelújításba. Szokták kérdezni, hogy honnan tudom, mit hogyan kell. Mindenhez értek? Ezzel kapcsolatban is mesélnék kicsit. Amikor még 2021 környékén kitaláltuk, hogy szeretnénk egy saját otthont, tudtuk, hogy annyi pénzünk nem lesz, hogy megvegyük álmaink otthonát. Tehát vagy megépítjük mi, vagy megépítetjük, de akkor a munkadíjak miatt ugyanannyira jön ki, mint készen venni. Szóval az anyagi korlátok miatt más lehetőség nem is nagyon lett volna, de én amúgy is erre vágytam, hogy a ház, amiben élünk, a kezünk által készüljön el. Igazán annak örültem volna, ha teljesen nulláról csináljuk, de ezt a sztorit ugye már ismeritek. Mivel tudtam, hogy nagy feladat egy házfelújítás, és még soha nem csináltam hasonlót, ezért 2022-ben elmentem az építőiparba dolgozni, hogy tapasztalatot szerezzek. Emellett az interneten tényleg minden fent van, szóval aki veszi a fáradtságot, bármit megtanulhat önerőből. Tapasztalatot nyilván nem lehet szerezni, de az elméletet el lehet sajátítani. A felkészülés, az alapos tervezés, utána járás az alapja annak, hogy neki lehessen állni. Ha valami túl nehéznek ítéltem, mint például a villanyszerelést, azt nem is terveztem egyedül csinálni. Mármint annak is a nagyon nagy részét meg lehet oldani minimális szakmai hozzáértéssel, alapos felkészüléssel. De az egyértelmű, hogy bizonyos esetekben szükség van a szakmai ellenőrzésre. Ezért jött Dávid segíteni a villanyszerelés több pontján. Én is voltam náluk segíteni, amikor az ő házuk épült, szóval ez a fajta modern kaláka, hogy oda-vissza segítünk egymásnak, ez nagyon jól működő dolog. Szóval nem egyedül csináljuk, és nem szakemberek nélkül. Elképesztően hálás vagyok mindenkinek, aki segített, és szerencsésnek tartom magam, hogy ilyen családom, barátaim és ismerőseim vannak. Köszönöm nektek! No, most akkor átérnek azokra a feladatokra, amiknek meg kell valósulnunk idén, hogy be tudjunk költözni, és ne Pestről kelljen lejárni. Négy fő feltételnek kell teljesülnie. Legyen kész a tető szigetelése és az emeleti oromfal. Legyenek kicserélve a nyílászárók. Legyen beüzemelve a padlófűtés. Legyen lehetőség fürdeni.
Mivel a hideg miatt vályogozni most nem lehet, és a padlófűtéshez is az kell, meg a fürdőszobához is, így azzal még várnunk kell. A nyilászárók jövő héten érkeznek, szóval még azt sem tudjuk csinálni. Maradt a tető szigetelés és a tető két oldala. Mostanra a szigetelés elkészült, szóval a tetőt elkezdhettük volna már, de ebben az esős havas időben inkább elkezdtük a lépcsőt, ami majdnem annyira fontos, hiszen eddig mindig létrán kellett fellemászkálnunk. A lépcső terveit először megint 3D-ben készítettem el. Elég nehéz volt kialakítani, hiszen a ház adottságait kellett itt is követnünk, és nem szerettünk volna túl nagy teret elvenni a szobából. Az L alak praktikus megfontolásból lett beletervezve, hogy a szoba közepe felül is könnyen lehessen le és fellépni. Platformra pedig azért volt szükség, mert teljesen egyenesen sehol nem fért volna el jól. A szerkezet nagy részét maradék falnyagból terveztem, így alig kellett hozzá új falnyagot rendelni. Tomival először előkészítettük a platform 4 fő oszlopát, méretre vágtuk, lecsiszoltuk és kialakítottuk a csapolásoknak a helyét. Utána szépen kimértük, hogy hol kell lenniük, hogy a födémgerendákkal jól tudjon majd fent kapcsolódni. Jó. És akkor ezt neked kell így megállítani, nagyon lengeni fog. Na, állj meg. Az előbb hozzáért egy kis fejjelből emeltem. Mondjuk ugye nem baj, ha hosszabb a jelölésünk. Mondjuk ezt most nem a fal mellé jelöltem, de most ez itt 90 már. Jó. Majdnem egy méterre. Kicsit visszáteszem, de nem baj, hogy ilyen hosszú lesz a vonal, mert hosszabb vonal pontosan tudom is. Már vártam, amikor fogom tudni használni először ezt az eszközt, mert nagyon régen megvettem már, és most először van használatban. Na, félelmetes? Hát inkább csak nem túl kényelmes. Próbálom így, mint te így ráhasonlani erre a gerendára is. Most már jó lesz, én neki tudok ide nyúlni. Ja, jó, csak ezt kitartanom kell egy darabig, ami itt, meg egy jöhet lejjebb egy pár cent, itt van nem sokat. Jó, jó, tökéletes. És akkor mondjuk itt még egyet. Ugye ez a kettő lesz. Belül. Így. A lépcsőfokokat tartó elemeket 5x30-as pallókból vágtuk ki. Ezek elég trükkös darabok, nem könnyű még a modell segítségével sem helyesen felrajzolni a fára és pontosan kivágni. Szerencsére elsőre sikerült, viszont a parketta púpossága miatt jelentek meg apró rések, amiket óvatos csiszolgatással tudtunk minimalizálni. Időről időre azokat a deszkákat, amiket biztosan nem tudunk már semmire használni, feldaraboljuk és a cserépkályhában befűtünk vele. A házban így is 1-2 Celsius fok körül marad a hőmérséklet, de a kályha mellett legalább lehet kicsit melegedni. Miután elkészült a platform, újra nem értem mindent, hogy egyezik-e a modellen szereplő méretekkel, és utána rajzoltam fel az egyik legfontosabb elemre a kivágandó részeket. Én körfűrésszel bevágtam, aztán Tomi a japán fűrésszel befejezte.
A próbaállítás megmutatta, hogy minden teljesen jó. Tommy lecsiszolta és megszépítgette az első darabot, amíg én elkészítettem a másodikat. A lépcsőfokok és a platform járó felülete hosszában ketté vágott 10x10-es maradék gerenda darabokból készültek. Ugyanúgy, mint a fenti átjáró, amit még TV-vel csináltunk. Mindezek után jöhetett a sorozatgyártás. Maradék gerendákra hosszabban felrajzolni a középvonalat, óvatosan végtolni a körfűrészt, megfordítani, még egyszer végtolni úgy, hogy a két vágás egy vonalban legyen. Ha jól sikerült, a gerenda magától ketté vált. Mivel a külső lépcsőfokok nem teljesen fekszenek fel, ezért szükség volt plusz megerősítésre. Ezeket a darabokat is le kellett gyártani. Maradék 5x5-ös tafnit használtam hozzá. Ezen a napon csináltuk a legnehezebb részét, a lenti elalakú lépcsőfokokat. Itt igazán pontosnak kellett lennünk, mert három ponton is feltámaszkodtak a lépcsőfokok. Ráadásul volt egy elem, aminek ferdén kellett állnia. Szóval itt azért elég sokat szenvedtünk azzal, mire mindenhol minden szépen felfeküdt, és mire egyenesek lettek a fokok. Hiába az alapos tervezés, hiába a 3D-s modell, így is úgy is adódnak helyzetek, amikor rögtönözni kell, valami mégsem úgy néz ki, mint szeretnénk. Most először csináltunk lépcsőt, ráadásul ez nem is egy egyszerű forma, és a végeredmény nagyon-nagyon tetszik. Saját tervezés, saját kivitelezés. Jó érzés rajta fellemászkálni, jól néz ki, teljesen stabil. Azokat a réseket, amik itt-ott maradtak, faragasztó és fapor keverékkel majd eltüntetem, meg az egész még egyszer végig lesz csiszolva és majd le lesz festve, de majd csak azután, ha a koszolós munkafolyamatok befejeződtek. Elképesztően büszke vagyok magunkra, szerintem szép munkát végeztünk, és ez is egy nagyon nagy előrelépés volt. A létrázás már így a múlté.